2015-ben az eddigi két városi véradáson 27 első véradó volt. Vannak azonban, akik évente többször is karjukat nyújtják, hogy életet mentsenek. A Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróvár területi szervezete minden évben ajándékkal köszöni meg az áldozatvállalást. Idén 48 véradót tüntettek ki városunkban. A véradás tendencia ez nem egy tényezős dolog, mert az, hogy valaki véradóvá váljon, abban nagyon, tehát egy másik véradó tevékenység pillérének, a véradás szervezőnek nagyon nagy munkája van. Ők önkéntes személyek, akik munkájuk mellett önkéntesen szabad idejükben végzik ezt a tevékenységet. Az ő kedves, buzdító szavuk az, ami gyakorlatilag egy véradót megnyerhet nemes cselekedetre. Az ünnepségen a Teátrumát Flexum adott műsort. Majd pedig ajándékkal jutalmazták a többszörös véradókat. A kitüntetettek között volt olyan is, aki már 80-szor nyújtotta karját a Magyar Vöröskereszt véradásain. Én sokkal jobban alszom, utána jobb a közérzetem, úgyhogy úgy érzem, hogy szükséges számomra is. A Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróvár területi szervezete a jövőben a 2015-ös eredményt szeretné növelni. Ez nem tűnik elérhetetlennek, a tendencia azt mutatja, évről évre növekszik a véradók száma a járás területén. Idén is van még lehetőség az önkéntes segítségre. A Moson-Magyaróvári Városi Véradásra készülünk már gőzerővel. Ez a véradás november 30-án, illetve december 1-én lesz a Fehérló Közösségi Házban. Úgyhogy erre készülünk, már úton vannak a véradók számára a meghívók, és hát nagyon reméljük, hogy ahogy azt tőlük megszokhattuk, eljönnek, mert tényleg dicséretes, és csak felsőfokon lehet a Moson-Magyaróvári véradókról is beszélni. Rendkívül elkötelezettek. A szervezők maguk is kiveszik a részüket a segítségnyújtásból, többen közülük rendszeres véradók. Nagyon fontosnak tartom a személyes példamutatást, és amikor a Vöröskereszthez kerültem, hosszú-hosszú évekig sajnos nem tudtam vért adni, már majdhogy nem letettem róla, hiszen megmondhatom, 42 éves voltam, amikor először adtam vért, de azóta évente 3 alkalommal, vagy volt, hogy 4-szer, és ugye így még nem egész 60 évesen, már megvan az 50 véradásom. Hát célul tűztem ki, hogy ha egészségem engedi, akkor a 60-65-öt bízom benne, hogy elérem, hiszen az sokkal jobb, sokkal hitelesebb az ember, ha egészségi állapota engedi, és ő maga is véradó, mintha csak beszél erről. 2015-ben eddig 530 ember adott vért Moson-Magyaróváron. Ez 238,5 liter vért jelent. A moson-magyaróváriak így 1590 életet menthettek meg.